Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim! Még mindig a húsvéti történések hatása alatt, a Szentlélek kiáradására készülve, mindennapi életünk történéseiben keresem azokat az utakat, amelyeken keresztül bennünk is megvalósulhat az a megújulás, amely az evangéliumi örömhír lényeges üzenetét képezi. Valamennyi kedves testvéremet és nővéremet, titeket is arra hívlak, ne fáradjunk bele a keresésbe, és engedjük át magunkat a húsvéti eseménynek, hogy valami új születhessen meg bennünk és körülöttünk. Húsvéti ünneplésünk alatt külön megemlékeztünk Urunk Jézus mennybe meneteléről, mely esemény akár a kijózanodás idejének is mondható. Lukács evangélista írja le nekünk a történetet, amikor az apostolok újból meghívásukkal szembesülnek, amely nem visszavonulásra szólítja őket, hanem egy küldetés erejével a megosztás és a hirdetés nagy feladatát bízza reájuk. Lukács evangélista beszámolójában, ahogyan azt az apostolok cselekedeteiben is olvassuk, a kijózanítás, amelyre már utaltam, külön kiemelésre kerül. Egyszerre két férfi állt meg mellettük, az apostolok mellett fehér ruhába öltözve, és megszólította őket. Galileai férfiak, miért álltok itt égre emelt tekintettel? Olvassuk Lukács szavait az apostolok cselekedetében. Hogy majd ennek folytatását is megismerjük, Máté evangélista szerint, aki Jézus szavain keresztül most már a folytatást állítja elénk, az apostolok elé és rajtukon keresztül minden idők Krisztus követői elé. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden népet. Kedves testvéreim, az elmúlt napok eseményét követve, és a Szentlélekre való várakozásunk mozgalmas idejében háromféle megközelítésből illusztrálnám azt a küldetést, amelyet az apostolokhoz hasonlóan nekünk is megfogalmazott és átadott az Úr. Miért álltok itt égre emelt szemekkel? Menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden népet. Elsőként most is nagy hálával gondolok vissza egyházmegyénk egyik nagy ünnepére, az egyházmegyénk zarándoklati napjára, amikor a szó szoros értelmében Szent László követésébe sorakoztunk fel hittel és bizalommal. Ezúton is megköszönöm mindazoknak, akik hozzájárultak-e magasztos ünnep megszervezéséhez, és köszönöm minden kedves zarándok testvéremnek azt a szép, hittel telített és jámborsággal átélt együttünneplést, amely minden jelenlévőben megerősítést és bizalmat hozott. A köszönet mellett még mindig ott van bennem az eseménynek az élménye, amelynek forrása a közös tanúságtételből fakadt. Mert erre sorakoztunk fel a vége láthatatlan körmenetben, hogy tanúságot tegyünk hitünkről, amely évszázadokon keresztül éltette elődeinket, és amely most is a jelenben is egymáshoz vezethet bennünket, és egymás mellé állíthat, hogy együtt haladjunk a jóságnak és az igazságnak az útján. Ez a menet, a mi körmenetünk Szent László oltalma alatt arra kell figyelmeztessen, hogy a mai világnak szüksége van a mi tanúságtételünkre. És annál hatékonyabb és meggyőzőbb a mi tanúságtételünk, minél közelebb maradunk a forrásokhoz, és minél közelebb maradunk egymáshoz. Másodikként azokra a menetelőkre gondolok, akik ezekben a napokban úgy haladnak el közöttünk,
mint ballagók. Azok a fiatalok, akik az életnek egy fordulójához érkezve lezárják maguk mögött az emberi válás egyik szakaszát, hogy az új és számukra még ismeretlen feladatoknak adják át magukat. Miközben mindenki azt várja el tőlük, hogy építői legyenek a közösségnek, a társadalomnak, amelynek jövője lassan az ő kezükbe kerül. Olyan menetelés ez, amely a nagy feladatokra emlékeztet, új és eddig nem ismert vállalkozásokra, amelyeknek végső célja a teljes kibontakozás, egy cél elérése az igazi boldogságban. Az ilyen menetelés is figyelmeztet bennünket, mégpedig arra, hogy felelősek vagyunk az élet kihívásaival szemben. Felelősek vagyunk a felajánlott lehetőségekért, és felelősek vagyunk egymásért. Mert az élet különböző szakaszaiban új és új kihívások előtt találjuk magunkat. És mennyire fontos, hogy életünkben legyen egy folytonosság, azaz tudjunk élni az idővel és a lehetőségekkel. Tudjunk Isten tervéhez igazodni, amely lépésről lépésre bontakozik ki bennünk és érettünk. A ballagó fiatalokat reménnyel és imádsággal kísérjük, hogy legyenek bátrak és találják meg célba vezető útjukat Isten akarata szerint. És van még egy harmadik menetelés, amely ilyenkor nem kerülheti el figyelmünket, és amely a pünkösthöz vezető úton a Csíksomlyói Máriához vezet. A szélrózsa minden irányából menetelnek a zarándokok a kegyhely felé, hogy ott Mária oltalma alatt részesüljenek a Szentlélek megerősítő és megvilágosító ajándékaiban. Nagyon szeretném azt hinni, hogy a menetelők nagy tömege ilyen zarándok lelkülettel és vágyakozó lélekkel igyekszik újra átélni Mária felemelő közelségét. Mert szükségünk van arra, hogy meríthessünk a megszentelődés forrásaiból, amelyek a Szentlélek ajándékain keresztül írtják belőlünk a rosszat, és megerősítenek a jóban. Elmossák azt, ami beszennyezi életünket, és megtisztult látáshoz vezetnek minket. Ez a menetelés is életigényünk azért, hogy ne a földiekre és a mulandókra állítsuk rá életünket, hanem merjünk szebbet, jobbat és szentebbet is belevinni és belegondolni abba a világba, amely mindennapi életterünket képezi. Lelkes emberek szoktuk azokról mondani, akik egészen beleélik magukat egy feladat teljesítésébe. A Csíksomlyóra igyekvők tömege emlékeztessen bennünket is arra, hogy nekünk szent lelkes embereknek kell lennünk, nem csak pünköstkor, hanem életünk minden napján. Kedves testvéreim, az itt felsoroltakban is láthatjuk, hogy Isten nekünk nyújtott ajándékaiban nagyon sok lehetőséget rejt el számunkra. Ezért menetelésünk ebben az életben legyen tanúságtétel, legyen szolgálat, és legyen megszentelődés. Amen.